A szolnoki járási ügyészség lopás büntette miatt emelt vádat egy Pest vármegyei lakhelyű férfival szemben, aki egy étterem szakácsaként ellopta a raktárból a nem használt sütőben tárolt készpénzt. A férfi a munkája végzése során észrevette, hogy az étterem raktárhelyiségében lévő használaton kívüli gáztűzhelyben a tulajdonos nagy összegű készpénzt tárol. A férfi 2022. augusztus 16-án kora reggel a részére munkavégzéshez átadott kulccsal bement az étterembe, és a gáztűzhelyből 843 ezer forint készpénzt ellopott. Ezen kívül a nyitott kosszából további 115 ezer forintot magához vett, majd az étteremből távozott. Tette nagyon hamar kiderült, az esetet követően elkapták, és nem kerülhette el a felelősségre vonást. A járási ügyészség a vagyonelleni bűncselekmények miatt már többször is büntetett, e bűncselekményt különös visszaesőként elkövető férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetésre, közügyek gyakorlásától eltiltásra, valamint az okozott kár megtérítésére tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni.